Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket. Hatalmas élményben volt része annak a párnak, akinek sikerült eljutnia Új-Zélandra. Három hetes útjuk során számos fényképet készítettek, amelyekből kiállítás nyílt a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A bonyhádi születésű alkotó elmondta, ezzel a tárlattal szeretné Bonyhád város kultúráját gazdagítani. Útjuk igazán kalandosra sikerült, a siklóernyőjüket szétbontatták velük a reptéren, hogy minden idegen tartalmat, azaz például egy fűszálat is eltávolítsanak. Új-Zéland területét nagyon védik, nem szabad semmilyen más földrészről bevinni idegen tartalmat, mert úgy tartják, azzal elszaporodhatnak a baktériumok, vírusok. Ausztráliától is körülbelül 1500 kilométerre fekszik Új-Zéland, mely két nagyobb és számos kisebb szigetből álló monarchia a csendes óceán délnyugati részén. Területe Magyarország területének majdnem háromszorosa. Mivel igen távol esik minden földrésztől, Új-Zéland a legutolsó nagyobb emberi letelepedésre alkalmas terület, amit az ember általában a maurik révén, majd pedig az európai ember meghódított. Új-Zélandon az 1-2000 évvel ezelőtti természetes állapotokat igyekeznek megteremteni és fenntartani, vagyis hagyni, hogy a természet megteremtse magának ezeket. A jól átgondolt zöld image része a tiszta levegő, tiszta vizek, tiszta környezet. Ezért komoly ellenőrzésen ment keresztül 2017-ben egy fiatal bonyhádi pár, aki ellátogatott Új-Zélandra és számos fotót készített, amelyekből tárlatot nyitottak Bonyhádon. A Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek előadásával vette kezdetét az Új-Zéland a világ végén című fotókiállítás megnyitó. Sok mindent tanultam, és még kell tanulnom, hogy még vonzóbbá, érdekesebbé tegyem a képeimet. Szeretem, amit csinálok, szeretem az építőkritikát, és remélem, hogy sokaknak szerzek örömet a fotóimmal. 2017. februárjában párjával utazott el a bonyhádi születésű Felkovács Mónika Új-Zélandra, ahová fényképező gépeket is elvitték. Itt számos fényképet készített, ebből nyitott tárlatot a bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központba a már 16 éve fotózó hölgy. Párom már régóta szeretett volna Új-Zélandra elmenni, végülis az ő álma volt, és ő magával ragadott, úgyhogy ő általa jutottunk el oda Új-Zélandra. Többek között a természetről, tájakról, az ottani állatokról, sziklákról, ezek láthatók a képeken. Ez egy szigetcsoport, és természetétől, vagy az elhelyezkedéséből adódóan különlegességek veszik körül, tehát örök felhők, szeles, más időjárás, és védett a természet, mert mivel elszigetelt mindentől, nem is kerülnek oda be veszélyes dolgok. Új-Zélandon a hagyományos maori és a modern, kozmopolita városi kultúra, a hangulatos falvak és a hatalmas érintetlen területek keverednek. Az északi sziget teljesen úgy néz ki, mint hobbit falva, tehát ténylegesen középföldéről beszélünk. Dimbes, dombos, szinte nincs is egyenes út, egyenes útszakasz, úgyhogy gyönyörű, nagyon szép. Egyedi, én úgy gondolom, a világom. Van egy olyan fotóm, amit én sem láttam még soha, sem tévében, sem a világon. Ezek a hullámok a tengeren csapnak össze. A csendes óceán és a Tasmán tenger kint a tengeren összecsap. Tehát az északi, mondhatni az észak-keleti és a nyugati hullámok összecsapnak bent a tengerben, amit én nem tapasztaltam soha sehol, és nem is láttam tévében, csak a partokon, és a számomra ez különleges. 51 fotó található a kiállításon. Milyen kompozícióban? Ez érdekes, mert csoportképek is vannak, vannak állatos képek, a szín adottságai, a természet adottságaival is csoportosítottam, és számomra elég különleges a Hobbit falva csoportkép is, úgyhogy ezek szerint készült. Új-Zéland páratlan szépség, mindenmi természeti kincs az itt megtalálható. Sűrű erdők, hegyek, gleccserek, termálrégiók és fjordok. Mindenkinek ajánlom, annak ellenére, hogy a föld másik túloldalán van, hogy tegye fel a bakancs listájára. A tárlat november végéig tekinthető meg a bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központba.
Fest, rajzol, rézkarcot készít, köt, var, horgol, túrázik, védőnőként dolgozik, és konyít a lakberendezéshez is. Időről időre valami újat tanul, és az alkotást tölti fel. Balogh Beátának festményeiből és rézkarc alkotásaiból nyílt kiállítás Bonyhádon. 10 év munkájának rézkarc alkotásait állította ki a szekszárdi Balogh Beáta a bonyhádi Solymár Imre városi könyvtárban. Igazából az, hogy rézkarcot készítek, az egy ilyen nagyon hirtelen, nem is ötlet volt, hanem így belecsöppentem ebbe a dologba, ugyanis mikor a Bárkához csatlakoztam, ezt azért tettem, hogy mehessek táborokba, hogy tudjak alkotni, legyen lehetőség, hiszen az embernek annyi minden teendője van a mindennapokban, hogy egyébként nincs rá idő. Csak akkor, hogyha elmegy táborozni, van egy nyugodt hete, 10 napja, akkor tud alkotni. És amikor csatlakoztam a Bárkához, akkor jött az első meghívásom Kaposvár környékéről, hogy hát egy alkotó táborba hívtak Igalra, és ott volt egy ilyen lehetőség, hogy rézkarc készítés. Akkor mondom, ez érdekes lehet, de igazából én festeni szerettem volna menni rajzolni, de a neten akkor rákerestem arra, hogy mi is ez a rézkarc készítés, és találtam egy előadást, amit végighallgattam, egy művészettörténész mesélte el, hogy ez hogy zajlik, és annyira megtetszett, hogy már így elképzeltem magamban ezt az egész folyamatot, hogy akkor mi után jön. Oda mentem a táborba, és igazából ott kezdtem el. Védőnőként dolgozik, de számos művészeti ágat kipróbált és gyakorol. Szeret festeni, rajzolni, rézkarcot készíteni, kötni, varni, horgolni. Időről időre valami újat tanul, és az alkotást tölti fel. Tündéres képeim az elsők, amik akkor születtek, és még 2 másik rézkarc. Tehát tulajdonképpen így kezdődött, azóta minden évben megyek ebben a táborba, ez most már 10 éve volt, és mindig csak ebben a táborban alkotok, de minden alkalommal egy 4-5 rézkarcot csinálok, és ugye így lett most körülbelül a 40-nél tartok, és hát 40 kis alkotásom van. Ez tulajdonképpen úgy készül, hogy van egy rézlemez, ami simán csak ollóval el van vágva, ezt nekünk ki kell dolgozni, elő kell készíteni a lemezt, reszeléssel, csiszolással, tehát mondhatnám azt is, hogy egy kemény férfi munka ez az egész. Addig kell finomítani a lemezt, amíg a saját tükörképünket meg nem látjuk benne, ez látszik is ott az első képen, és ezután jön az a technika, amikor bevonjuk ezt a lemezt viasszal, egy viaszréteggel, és utána lehet ebbe a bekormozott, befeketített viaszrétegbe aztán karcolni. Utána ezt a kikarcolt lemezt savba helyezzük, az kimarja ugye a tulajdonképpen a rézlemezből a vonalakat, és utána, amikor leszettük a viaszt, lehet festékezni, visszaszedni a festéket, és úgy jöhet a papírra a nyomás és présen át kell küldeni, és hát ezt minden egyes nyomatnál meg kell csinálni külön-külön. Úgyhogy minden egyes rézkarc aztán más színű és más egy picit. Hát kedvenc mintám az nincsen, most konkrétan kedvenc témám sincs, viszont azt már így észrevettem, hogy például utazásaim során, ha látok valamit, vagy gyűjtök valamit, például ablakokat fotózgattam, akkor utána azokat az ablakokat összegyűjtöttem egy képre. Annak lett a Titkok őrzői a címe, hogy vajon mi lehet egy-egy ablak mögött, milyen élet, milyen titok. Ugyanígy vannak a kapuk, ami szintén az egy szekszárdi feldolgozás, elmentem fotózgatni Szekszárdon, ott a kapukat, pár szép kaput rajzoltam meg. Tehát úgy, hogy kedvenc úgy nincsen, inkább ami megfog, picit az építészetből, figurák, emberek, tündérek, virágok, vannak egészen egyszerű kis falucskák, ilyen gyermekded rajzokkal, és van ilyen botanikai gyűjteményhez, vagy ábrázoláshoz hasonló kis bogár gyűjtemény is, amit szintén nagyon szeretek. A főként rézkarcokból összeállított kiállítást a hónap végéig lehet megtekinteni Bonyhádon, a Solymár Imre városi könyvtárban. Búcsú szokások a Tolna és Baranya megyei protestáns németeknél címmel tartott előadást Kőlerné Koch Ilona, a bonyhádi német önkormányzat elnöke. Előadásában elmondta, a magyarországi németek egyik legnagyobb ünnepe a búcsú, amelyet minden vallási felekezet megtartott. Emellett megtekinthető volt az az egyedinek számító fényképgyűjtemény, amelyet Kőlerné Koch Ilona 30 éve gyűjt. A legrégebbi fénykép még 1913-ból való, de a legutóbbi is II. Világháború korabeli, azaz 1941-ben készült.
Búcsúszolgások a Tolna és Baranya megyei protestáns németeknél címmel tartott előadást Köchlerné Koch Ilona, a bonyhádi német önkormányzat elnöke. A magyarországi németek egyik legnagyobb ünnepe a búcsú, amelyet minden vallási felekezet megtartott. Egy-egy falu búcsúja a templom szentjének névnapjához kötődött, ezek az összejövetelek még több világi elemet foglaltak magukba, mint a hagyományos katolikus búcsú. Idegenek rendszerint csak a szomszédos falvakból jöttek, mert ez a mai napig elsősorban a falu ünnepe, melyre igyekeznek azok is hazajönni, akik más faluba, esetleg más ország részbe származtak el innen. A katolikusok inkább a templom szentelést ünneplik meg, mert a kirvály az templom szentelést is jelent, és a katolikusoknál inkább ez maradt meg, viszont a protestánsok, az evangélikusok és a reformátusok sokkal jobban megünneplik, főleg náluk ősszel, novemberben van a búcsú, ugyanis volt egy királyi császári rendelet, ami megtiltotta a nyári nagy lakomát és a nagy ünnepeket, és áthelyezték őszre a búcsút. Ezért volt, ahol kétszer is ünnepeltek, volt nyáron egy kisebb búcsú, ősszel pedig egy nagy búcsú, és a reformátusoknál, evangélikusoknál jobban megmaradt ez a hagyomány, és Tolna megyében három helyen is őrzik még ezt a hagyományt. Mórágyon, ők reformátusok, Nagymányokon, a Nagymányoki Táncsoport, a Kismányoki evangélikus búcsút tette színpadra, és minden éve meg is ünneplik, valamint a bonyhádiak, ők is egy evangélikus búcsút elevenítettek fel, és évről évre ezt megünnepeljük, őrizzük a hagyományokat, és továbbadjuk a következő nemzedéknek. És ez azért is nagyon érdekes, mivel, ahogy mondtam, az evangélikus és a protestánsok jobban megörökítették ezeket a hagyományokat. Ezeket az őseink még Németországból hozták magukkal, főleg hesseni gyökerű ez a búcsús szokás, de nem csak Hessen, mivel a mórágyiak egy része Rheinland-Pfalzból származik, és ők is megünneplik. Vannak hasonlóságok és vannak különbözőségek ezekben a szokásokban. A hasonlóság az, hogy általában háromnapos volt a búcsú, a búcsút megelőzte legtöbbször egy előbúcsú, és nagy-nagy készülődés volt, ugyanis erre az időre már befejeződtek az őszi munkák, és volt anyagi lehetőség is arra, hogy egy nagy ünnepet ünnepeljenek, és hogyha valaki nem végzett véletlen az őszi munkával, azt a búcsú alkalmával egy versben kigúnyolták. Tehát mindenki nagyon igyekezett azért, hogy minden rendben legyen, vendégeket hívtak erre az alkalomra, távolabbi településekről is érkeztek, rokonok, barátok, és a férfiak állatokat vágtak, a házat csinosították, lemeszelték, a présházat is rendbe tették, az asszonyok is készülődtek, mert nem volt mindegy, hogy milyen ételeket készítenek. A lányoknak pedig a búcsús ruhához különböző ruhákat vásároltak, új ruhát kellett húzniuk, ráadásul nem is egyet, hanem minimum hármat, és mindegyik különböző szeretett volna lenni, és a legszebb szeretett volna lenni. Tehát ez is mind az előkészületekhez tartozott. A fiúk pedig településenként választottak maguk közül búcsús fiúkat. Kismányok egy kisebb település volt, ott csak 6 fiú volt. És a fiúnak el kellett menni a búcsús lány házába, és a szülőktől el kellett kérnie a fiatal lányt, hogy ő lehessen a búcsús lány, ami egy nagy megtiszteltetés volt, és a fiú mindjárt el is vitte egy kalapot, egy fekete kalapot, amit a lány feldíszített nagyon szépen, virágokkal, ezüstpapírral szalagot tett rá, és ez is különböző volt, hogy melyik településen milyenek voltak a kalapok. A legszebb búcsús kalapok Kismányokon voltak, Hidason és Nagyhajmáson, teljesen körbe voltak virágokkal, de voltak olyan települések, ahol csak egy oldalt voltak ilyen kis koszoruk. Tehát voltak különbözőségek is, Mórágyon például 4 búcsús pár volt. Viszont Mórágy egy nagyobb település volt, a kitelepítés előtt közel 2000-en laktak ebben a faluban, és ott volt az alsó falunak is egy búcsúja, valamint a felső falunak is volt egy búcsúja. És ezt a kocsmaudvarban tartották, és ott ugye 4 pár volt,
és a legfiatalabb volt, amikor már 14 éves volt. De a kismányokat említettem még, ott, mivel egy kicsi falu volt, nem volt minden évben búcsú, tehát összevárták. Volt, amikor csak 2-3 évente volt egy-egy búcsú, viszont ott 6 búcsús pár volt. Majos, ugye Bonyháthoz most már hozzátartozik Majos, de korábban egy önálló település volt, és ott pedig nagyon sok pár volt. Az egy szép nagy település volt, és nem volt meghatározva, hogy hány fiú legyen, és hány lány, hanem azok a fiúk, mielőtt bevonultak katonának, ők voltak a búcsús fiúk, és ők választottak maguknak egy búcsús lányt. Az előadáson megtekinthető volt az az egyedinek számító fényképgyűjtemény, amelyet Köhlerné Kok Ilona 30 éve gyűjt. A legrégebbi fénykép még 1913-ból való, de a legutóbbi is II. Világháború korabeli, azaz 1941-ben készült. Szóló népdaléneklési versenyt rendez a Bukovinai Székelyek Szövetsége november 16-án a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A jelentkezési időszak már lezárult, és összesen 53 személy jelentkezett. Nyisztor Bertalanné népdalénekesről elnevezett, most először meghirdetett megmérettetéssel azt szeretnék elérni, hogy minél szélesebb körben megismerjék a bukovinai népdalkincset, és legyen utánpótlása a bukovinai népdalok éneklésének, mondta Illés Tibor, a szövetség elnöke. Első alkalommal szerveznek Bonyhádon szóló népdaléneklési versenyt. A bonyhádi verseny célja az archaikus, bukovinai népdalkincs továbbértetése. Nyisztor Bertalanné tiszteletére, tulajdonképpen az ő emlékére gondoltuk azt, hogy egy népdaléne, ugye ő a népművészet mestere volt, gyönyörűen énekelt, és erre gondolva, mivel van szóló táncversenyünk is, így akkor rotációban egyik évben ez lenne, másik évben meg a népdaléneklési verseny, így ebbe az évben gondoltuk első alkalommal megrendezzük, és akkor hát bízom benne, hogy következő években hasonlóan tudunk. Hát nagy az érdeklődés, hála jó Istennek, úgyhogy külhoniak is, ugye a tagegyesületeink is, Madéfalva, Csernakeresztúr, Déva, az Aldunai részű, Székelykeve, Pancsova, úgyhogy nagyon sokan, valamint az ország több részéről, úgyhogy 53 jelentkező van. Hála jó Istennek, nagyon jó zsűrit is sikerült összeverbúválni, így úgy gondolom, hogy komoly program lesz ez. Hát ugye maga az ötlet, azért is gondoltuk azt, hogy mindenképpen életre kéne hívni, hiszen ugye azok a úgymond most már idősödő valamikori népdalénekesek, mint például Jakab Évi, vagy Fábián Évi, vagy Sebestyén Pista például, ugye akik valamikor, meg hát mai napig is ugye komolyan részt vesznek, és ugye minden programunkba meg tudjuk hívni, szólítani őket. Így egy kis utánpótlásra is kell gondolni, hiszen meg lehetőséget adva kinyitni a kapukat, hiszen nem csak bukovinai székelyek vehetnek ugye ezen a programon részt, hanem az ország minden részéről, hála jó Istentől, Debrecentől kezdve Siófok, és hát a tagegyesületeink, ahol vannak, úgyhogy sokfelől érkeznek résztvevők. Úgy gondolom, hogy méltóképpen tudjuk ezt a rendezvényt megrendezni. Maga a program ugye reggel 9-től 10 óráig lesz a regisztrálás, majd ezt követően kezdődik a megnyitó, ahol a polgármester asszony kértük fel, ugye, hogy nyissa meg. És akkor ezt következően folytatódik ugye a program, versenyprogram, majd utána lesz egy értékelés, 3-tól 4-ig lesz a díjkiosztás, majd 4-től 5-ig gondoltuk egy gálaműsort, ahol tulajdonképpen megemlékeznénk Nyisztor Bertalannéről is, valamint ugye nemrég meghalt, ugyancsak népművészet mestere volt, Lőrinc Aladárné Vilma néniről is. Úgyhogy végül is ezzel záródna majd tulajdonképpen a gálaműsor keretén belül adnánk el tulajdonképpen az emlék plaketteket, illetve a díjakat is. A verseny névadója Nyisztor Bertalanné népdalénekes, az aldunamenti Székelykevén született 1897-ben. Az áttelepítés után Bonyhád Majoson élt, és 1983-ban kapta meg a népművészeti mestere címet. Legszebb dalai régi stílusú bukovinai székelykeservesek voltak. Úgy határoztuk meg, hogy körülbelül 3 percre próbálják ugye egy-egy versenyszámot összeállítani. Itt ugye természetesen feltétel, ugye, hogy bukovinai székely népdalok legyenek.
És hát lehetőséget adtunk arra, hiszen gyerekekről lévén szó, ugye van, aki még nem állt így zsűri elő megmérettetni magát, így duóba is énekelhetnek, úgyhogy van visszajelzés, hogy szeretnének azért a következőkbe esetleg, ha még nyitnánk, de én úgy gondolom, hogy egyelőre megpróbáljuk ezt a megoldást, tehát szóló énekverseny maradjon, hiszen tulajdonképpen csoportoknak van lehetősége, van Cinegemadár, népdalénekelési verseny, Vas Lajos, sorolhatnám, ahol megmérettethetik magukat, de így szólóban még nincsen. A november 16-án megrendezésre kerülő versenyre október közepéig várták az előadók jelentkezését 4 korcsoportban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!